A Központi Statisztikai Hivatal negyedévekre lebontva teszi közzé az éppen aktuális foglalkoztatási és kereseti adatokat. A legutóbb közzétett tájékoztatás szerint július és szeptember közötti időszakban a bruttó hazai átlagkereset 392 ezer forint volt, ami közel 9%-os emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Fontos kiemelni, hogy a statisztikában az 5 főnél több embert alkalmazó cégek teljes állásban dolgozó munkatársai kerülnek be, vagyis akit a válság miatt részmunkaidőre küldtek, annak a fizetése nem jelenik meg az adatban. A turizmus vendéglátás ágazatának visszaesése a bérek tekintetében is megmutatkozik. A legmagasabb bruttó átlagkereset a pénzügyi és biztosítási tevékenység gazdasági ágban dolgozókra volt jellemző, ez 705 ezer forint volt, míg a legalacsonyabb a szálláshely szolgáltatás vendéglátás területén volt tapasztalható, ez egészen pontosan 249.900 forint volt. A reálkereset pedig 6,1%-kal emelkedett, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 3,5%-os növekedés mellett. És Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig ebben az időszakban a bruttó átlagbér 272.254 forint volt, egy év alatt ez 9,4%-os növekedést mutat. A bérek tehát emelkedtek, a foglalkoztatási adatok viszont negatív irányban változtak. Jelenleg mintegy 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon. Ez az egy évvel korábbi adathoz képest 0,8%-os csökkenést mutat. A szóvivő szerint ez főleg azzal magyarázható, hogy jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma, ezzel párhuzamosan pedig többen dolgoznak külföldön. A foglalkoztatási adatok tekintetében a keleti régióban is csekély mértékű visszaesés volt tapasztalható. A 15 és 64 éves férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma némileg egészen pontosan 6300 fővel csökkent, mégpedig 2.431 ezer főre. A 15-64 éves nők esetében pedig a foglalkoztatottak létszáma 35 ezer fővel 1.970 ezer főre csökkent. Egyébként a 15 és 64 évesek foglalkoztatási rátája 70,2% volt ebben az időszakban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a harmadik negyedévben a foglalkoztatottak száma pedig 240 ezer fő volt. Ennek megfelelően a munkanélküliségi adatokban is volt változás az utóbbi hónapokban. Bognár Gergely elmondta, a 15 és 74 év közöttiek körében 39 ezerrel nőtt az álláskeresők száma az országban a júliustól szeptember végéig tartó időszakban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 24 ezer főt tartanak nyilván álláskeresőként, és nagyságrendileg 5-6 ezerre tehetőek azok, akik tartósan, tehát legalább egy éve nem rendelkeznek jogviszonnyal.